Stábunk ellátogatott a szivárvány óvodába is, ahol az óvisok már hetek óta készültek a húsvétra. Minden csoportban már nagyon izgatottan várták a gyerekek ezt az ünnepet. Mindenki versekkel, dalokkal készült, barkácsoltak, nagyon sokféle technikával készültek tojások. Nyilván elsősorban hagyományos tojásfestési módszereket próbáltunk alkalmazni, megmutatni a gyerekeknek, változatos technikákat alkalmaztunk, illetve ami egy kis újdonság volt talán, hogy a szülőkre is gondoltunk, és hétfőn kedden kosárfonásra hívtuk őket délutánra a tornatermünkbe, úgyhogy ez is nagyon izgalmas volt, nagyon élvezték, és gyönyörű kosarak készültek, amikbe aztán nyilván otthon majd lehet a szép tojásokat tenni, gyűjteni, és aztán várni a locsolókat. Az óviban az utolsó nap fénypontja természetesen a locsolás volt. Drága kislány, gyöngy világon, ma van húsvét napja, meglocsollak, mosolyogjál, mindent piros locsolja. Szabad el locsolni? Igen! Locsolás után a piros csoport elment a közeli ligetbe, ott várták a gyerekeket meglepetések, helyeket a fűbe rejtettek az óvónénik. A lila csoport apróságai pedig az óvodaudvaron keresgéltek és találtak tojásokat. A gyerekeket arról kérdeztük, mi tetszett nekik legjobban. Énekeltünk, locsolkodtunk, tojásokat készített. A fiunk meglocsoltak, adtunk nekik csokit, kerestünk csokikat, a papír tojásokat is csináltunk, ráragasztottuk a virágokat, fölkelült a fajúságra. A keresgélt tojások. Azt tetszett a legjobban, igen, hogy keresgéltétek a tojásokat? Igen. Hány tojást találtál? Egy békásot, meg egy nyuszissat, meg egy elefántossat. És otthon is készültök a húsvétra? Igen. Hogyan? Hogy anya megfestjük a tojásokat, anya berakja a hűtőbe, és utána holnap előveszük és kidíszítjük. És kik kapják ezeket a tojásokat? A fiúk. Akik jönnek majd locsolni? Igen. Neked tetszik a locsolás? Igen. Miért? Azért, mert meglocsolnak a fiúk, nagyon jól volt a illatuk, és nagyon jó volt a parfümük.